Köszöntöm a duett nézőit, és szeretettel üdvözlöm Pető Andrea író történést. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen. Önnek nem régiben megjelent egy könyve, Elmondani az elmondhatatlant címmel. Nem ilyen erőszak a II. világháború időszakában. Kedves nézőink, nem ígérhetek felhőtlen szórakozást önöknek ebben a 21 néhány percben, de annál több olyan ismeretet, amely eddig nem nagyon került nyilvánosságra a második világháború történései között. Volt ennek a könyvnek azért bizonyos előélete. Mikor kezdett kutatni, mikor kezdett foglalkozni a témával? Köszönöm szépen a meghívást. 1998-ban voltam Bécsben ösztöndíjas, és akkor került a kezembe az a katalógus, ami a Bécs város 1945-ös történetét mutatta be. Ez a Bécsi Történeti Múzeumnak a kiállítása volt. És ebben a katalógusban volt egy kép. Egy kép a Práterben megerőszakolt nőről, amit az osztrák rendőrség vett fel, ahol, ami nagyon furcsa szinte ilyen szent pózba volt ez a, ez a nő, és akkor kezdtem el megnézni, hogy mi, keze, hogy mi történt. És azt láttam, hogy, hogy a bécsi rendőrségi adatok között rengeteg ilyen fénykép van, mert úgy nagyon sok nőt megöltek éjszaka, ez a reggel, amikor megtalálták a holttestet, akkor a rendőrök kimentek, lefényképezték, utána megállapították, hogy nem erőszak, vagy nem erőszakok történtek, és akkor utána lezárták a nyomozást, mert hogy a szovjet hadsereg az állam volt az államban. És amikor vége lett az ösztöndíjamnak, akkor hazajöttem, és elkezdtem körbe kérdezni, hogy mit tudunk erről. És akkor Kiderült, hogy az ismerősök között mindenkinek szinte volt vagy egy története, vagy egy családi története, vagy ismert valakit, vagy esetleg a családban történt ilyesmi. És akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, interjúkat csináltam, és akkor írtam a történelmi szemlében egy cikket, ami aztán online hozzáférhetővé vált, és aztán azt nagyon-nagyon sokan elolvasták. Sok emberrel találkozott, sok emberrel beszélt. Írott anyaghoz, miként jutott hozzá, milyen dokumentumok állnak rendelkezésre a témában? Hát a könyvnek az első része azzal foglalkozik, hogy mi honnan tudjuk, amit tudunk. Tehát, hogy milyen források állnak rendelkezésre. Azt tudni kell, hogy a második világháború időszakában azért nagyon zavaros idő időszak volt, tehát főleg amikor a szovjet megszállás bekövetkezett, akkor összeomlott a, a az államigazgatás, ugye bizonyos városokat ki is ürítettek, mint Kecskemétet, tehát hogy, hogy volt egy az államigazgatási rendszer az, az összeomlott, következésképpen azoknak az intézményeknek a for, írott forrásaira lehet támaszkodni, amik, fem, amik működőképesek voltak, ezek a Közegészségügy, tehát uh, innen tudjuk azt, hogy uh, megnövekedett a nemi betegeknek a száma, mert a nemi beteg gondozóknak a, az iratai fennmaradtak, uh -huh. illetve az abortuszoknak a számát tudjuk, mert hogy uh, nagyon sok. Uh, uh, tehát a közegészségügyi adatok fennmaradtak, ez egy választó pont 45. február a Magyarországi Reprodukciós Jogok történetében, mert ettől kezdve uh, lehetett azt megtenni, hogy egy nő, aki úgy érezte, hogy azt a gyereket, ami a testében van, nem akarja megszülni, akkor bement a kórházba, és egy bizottság előtt azt mondta, hogy ez a gyerek, uh, ez a szovjet katonák által elkövetett erőszaknak az eredménye, és akkor ingyen abban a kórházban elvégezték ezt az abortuszt. Tehát ezek, ezek a közegészségügyi adatok. A másik e, fontos források azok a e, különböző egyházi források, mert az egyházi szervezet ugye az, az ott helyben maradt, és a, 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 a különböző plébánosoknak az iratai azok fennmaradtak, és ők azok, akik... E, attól függően, hogy ezek a plébánosok milyenek, tehát van, aki szószátjára, van, aki gondolkodó, van, aki reflektívebb, megírják azt, hogy mi történt, amikor különböző csapatok vonulgattak ki be a, a, településbe. És akkor vannak természetesen olyan külügyíratok is, amiben a különböző politikusok, azok megpróbálnak esetleg eljárni a később a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnál, hogy próbáljanak valamit tenni, hogy ezek az atrocitások ne történjenek meg. Valamint vannak ezek a bizonyos kiáró levelek, amit főleg a kommunista politikusokhoz írtak, mert abban reménykedtek, hogy nekik jó kapcsolataik vannak a szovjet hatóságokkal, és próbáljanak meg valamit tenni annak érdekében, hogy a szovjetek ne így viselkedjenek, ahogy viselkednek. Feltételezem, hogyha a második világháború időszakáról beszélünk, és a nemi erőszakról, akkor nem szabad leszűkíteni a kört csak Magyarországra. Érthető módon ön természetesen a Magyarországon történtekkel foglalkozott elsősorban, de a könyvéből tudom, hogy például a Szemle után, az ott megjelent tanulmánya után, ha jól emlékszem, a Krimbe hívták önt meg egy konferenciára, ahol erről beszélt, és ott döbbent csend fogadta önt akkor és az előadását, amikor pontot tett beszámolója végére. Mert hogy mert hogy ott, a, akik Önt hallgatták, ők eddig azt hitték, hogy a nagypapa az a hőse volt a Vörös Hadseregnek, és lám ilyen dolgokat követtek el Magyarországon a szovjet katonák. Igen, tehát az, hogy a szovjet emlékezetben, tehát az, az, a, 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 a vörös hadsereg a mai orosz és ukrán emlékezetben hogyan jelenik meg, az egy külön kérdés. Ezért foglalkozom a, a könyvnek a második részében azzal, hogy mit tudunk, mit tudhatunk, vagy mit nem tudhatunk a, a vörös hadsereg oldaláról, tehát a, a szovjet oldalról. És valóban ez egy emlékezetes eset volt ez a, ez a krími, mert én azt gondolom magamról, hogy én egy kiváló előadó vagyok, és meg ilyen nem fordult. Nem néző, és egy <laughs> a, Ugye amikor a, a vége volt ennek az előadásnak, és a hallgatóság azok feminista aktivisták voltak, akik ugye mindenféle nehézségek és és megkülönböztetés ellenére harcoltak a női jogokért Ukrajnában, illetve volt Szovjetunióban, ami talán a nézők is sejtik, hogy nem egy egyszerű történet. És akkor, amikor ezt az előadást, ami elsősorban arról szólt, hogy milyen módszertani és elméleti problémái vannak, a, hogyha az ember interjúvol olyan, akik a nemi erőszaknak a, az áldozatai, akkor utána tényleg egy ilyen döbben volt. E, és akkor fölállt valaki, és azt mondta, hogy de az én nagypapám hős volt. E, ami nem jelenti azt, hogy az ő nagypapája nem volt hős, Persze. hanem azt jelenti, hogy ez a típusú elbeszélési keret az egyetlen, amiben el lehet ezt mondani. És a könyvben is arról, azzal érvelek, hogy ez a típusú kultusz, ami egyre erősödik az Oroszország területén, az lehetetlenné teszi ezeknek a privát történeteknek és érzelmeknek az elmondását, ami ugyanúgy megbetegíti az orosz társadalmat, mert hogy azt tudjuk a kutatásokból, hogy a hazatérő szovjet katonák, akik ugye részt vettek tömeges nemi erőszakban, illetve arra képezték őket, hogy éveken keresztül, hogy kegyetlenül embereket öljenek. Mikor a, visszatértek a civil életbe, akkor azért nagyon nehéz volt nekik visszailleszkedni, és tudjuk, hogy a családon belüli erőszaknak a száma növekedett, az erőszakos bűncselekményeknek a száma növekedett, és azt is tudjuk, hogy a, ez a poszttraumatikus hatás is ott volt a Szovjetunió a Szovjet katonáiban, mert hogy azért ez egy borzasztó dolog. A militarizmus és a hadsereg és a háború az egy rettenetes dolog, és ennek a, a akkoriban nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy segítsék a, a beilleszkedésben ezeket a katonákat, akik éveken keresztül öldököltek. Milyen számokat tudott ön publikálni. Tehát, hogy arra gondolok, hogy például hány gyerek született Magyarországon a szovjet katonák által elkövetett nem erőszak után. Már a történelmi szemlében megjelent tanulmányomban az, azzal érvelek, hogy ezek a számok, ezek nem feltétlenül jelentenek bármit. Ezek inkább arra alkalmasak, hogy egy ilyen számpolitikai háborúba keveredjünk. Mert ugye nem mindenki, akit megerőszakoltak, lett terhes, nem mindenki, aki terhes lett, tartotta meg azt a gyereket, és ennek kapcsán nagyon nehéz bármiféle számot mondani, főleg mivel, hogy történészként az ember forrásokkal dolgozik, és ezek a források, ezek nagyon nehezen hozzáférhetőek, és nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Mondok egy példát. A könyvben szerepel uh, egy interjú egy testvérpárral, akit, neki, akiknek itt is szeretném megköszönni, hogy megtiszteltek a bizalmukkal, akiknek az édesanyja született uh, nemi erőszakból, és uh, az édesanyjukat az anyukájuk anyukájának a lánykori nevére uh, anyakönyvezték. Tehát uh, soha nem. tehát hogy ez, ez minden egyes anyakönyvet át kéne tulajdonképpen nézni, és uh, ugye nem mindenki, akinek nincsen az apa nevénél semmi az uh, uh, nem erőszakból született. Tehát ez egy nagyon bonyolult, és, és azért ez egy etikai kérdéseket is felvet, hogy milyen alapon kezdjük el most 2018-ban ezt a kérdést uh, mi kutatók uh, felvetni, amikor például ebből a történetből, ennek a testvérpárnak a történetéből tudjuk, hogy, a, hogy a te, uh, hogy ezek az elhallgatott, el nem mondott történetek, ezek tényleg megbetegítik a, a, az embereket, és például az ő édesanyjuk is nagyon hamar meghal rákban. Tehát, hogy mm. ezek a... És többek között ezért is írtam ezt a könyvet, hogy beszéljünk arról, ami megbetegíti a mi társadalmunkat. Igen, hát valóban önnek tökéletesen igaza van, ez nagyon nehezen követhető, hogy hány gyerek született. Ami konkrét szám, az talán az lehet, hogy hány, művi beavatkozást hajtottak végre Magyarországon. Ebben magának igaza van, hogy van egy statisztikánk. Vannak statisztikák arról, hogy hány művi terhesség megszakítás történt, de viszont nincsen benne például az, amit nem kórházban végeztek. És mondjuk a gyarmati Fanninak a naplójából tudjuk, hogy az ő lakásában végezték el azt a művi terhesség megszakítást, hiszen Radnóti felesége is terhes lett, miután többször megerőszakolták a szovjet katonák. Tehát ennek kapcsán nagyon óvatosan kell bánni Mindenféle számmal, mert mindegyik mögött azért egy komoly uh, kérdést kell feltenni, hogy milyen, mit, tud, mit, mit mutat ez a szám tulajdonképpen. Ha én már az imént úgy utaltam rá, hogy európai kitekintés uh -huh. is van a könyvben, és ha már számok, akkor az is egy megdöbbentő adat volt az írásában, hogy például Lengyelországban, ahol nagyon nehezen lehetett elvégezni, és nem csak a, a törvényi szabályozásra gondolok, hanem arra a mélyen katolikus országra, amely, ö, amely tiltotta vallásilag is a művi terhességmegszakítást. megszakítást. Ott ö, nagyon sokan megszülték a gyereküket, majd ö, eldobták maguktól. Eldobták, megölték. Része. Tehát hát, hogy, vagy, vagy ha ugye nem ölték meg, akkor szabadjára engedték, hogyha szabad ezt mondani. Egy, egy újszületet nem lehet szabadjára engedni. Tehát ugye ö, két dologról ö, van szó. Már úgy Az, értem, hogy olyan szülőkhöz, akik akarták... Ö, felnevelni a gyereket. Tehát az, hogy a Németországban direkt fölállítottak árvaházakat az úgynevezett russzunkindereknek, tehát azoknak az oroszok, úgynevezett oroszoktól született gyerekeknek, uh -huh, uh -huh. de viszont Lengyelországban nem ez történt. Tehát az, hogy most előkerült egy olyan forrás, ami Kelet-Poroszországban egy rendőrségi jelentés, amiben arról van szó, hogy a rendőr kapitány az jelenti, hogy megnövekedett a megtalált csecsemő csontvázaknak a száma, uh -huh. az egyrészt azt mutatja, hogy hogy ez az eset, ez megtörtént, Igen. tehát az, hogy, hogy a, a, a Kelet-Lengyelországban a nők inkább megszülték, és utána megölték a gyereküket, a másrészt meg hát azért pillanat rájuk meg, is gondoljuk végig, hogy most miről beszélünk, tehát arról, hogy nők, olyan gyerekeket szülnek meg, akiket nem akartak, és utána aztán megölnek egy gyereket. Hogy micsoda stigma, micsoda nehéz életek vannak utána, és utána azt is el kell mondani, hogy ez egy darab rendőrségi jelentés. Tehát az, hogy ebből nem lehet egy olyan következtetés uh -huh, mondani, uh -huh. hogy Lengyelországban a nők főleg megszülték a gyereket, és utána megölték, hanem azt lehet Ezt mondani, hogy, a, hogy akkor egy ugye? adott térségről van egy ilyen forrásunk, és ebben a forrásban uh -huh. az van, hogy nagyon megnövekedett a csecsemő holtesteknek a száma. Tehát ezért minden része, minden Európa különböző részében különböző módon viszonyultak a második világháború idején, amikor nem kíván terhesség következett be a, a, háborús nevi erőszakból, és Lengyelországról most ezt tudjuk. Ami uh -huh. nem jelenti, hogy később nem fogunk más tudni, mert reméljük, hogy más források is majd előkerülnek. Mit tudunk Németországról? Erich von Manstein, ha jól emlékszem a tábornok nevére a Nürnbergi perben, azt mondta, hogy Németországban nem történt erőszakos cselekedet, nem erőszak a második világháború idején. Igen, tehát a, a, a német múlt feldolgozásnak az egy alapvető része volt, hogy azt állították hosszú ideig, hogy a Wehrmacht, a német hadsereg, az egy professzionálisan működő, szakszerű, hadsereg volt. Ez a Manz Manstein mítosz, amit egészen a 90-es évek elején meg ö, nem minden probléma nélkül létrehozott vermacht kiállítás ö, kérdőjelezett meg, amelyik kiállította és szembesítette a német társadalmat azzal, hogy a Wehrmachtban úgynevezett professzionális katonák, azok nagyon alaposan és keményen részt vettek ezekben a civilek elleni atrocitásokban. Tehát, hogy nem csak uh -huh. azt csinálták, amit a katonák szoktak, ami egyen ruhában egymást ölik, hanem a civilek ellen is mindenféle borzalmakat elkövettek. Most nem menjünk abba bele, hogy mik a viták ennek a kiállításnak a pontosságával kapcsolatban, de az is biztos, hogy ettől kezdve a német történészek elkezdték kutatni, hogy milyen források vannak arról, mert ugye nyilvánvalóan nem feltétlenül akarják a katonák, hogy ez kiderüljön, hogy, hogy mi, tehát a, a kultúrtörténet és mentalitás története a vermaknak. És volt olyan szerencséjük, hogy azokat a német tiszteket, akik az angolok fogságába kerültek, azokat lehallgatták. És ezek, ezekből a lehallgatási szövegekből ugye nem csak azt lehetett megtudni a különböző titkokat, meg ami ugye az angolokat főleg érdekelte a különböző fegyverfajtáknak a fejlesztése, hanem ezek a mindennapi csevegésekből azért az kiderült, hogy a, ezek a német tisztek mit gondoltak a nők testéről, és mi, micsoda borzalmas dolgokat követtek el a zsidónőkkel, és ö, ö, különböző szláv nőkkel, akik az ő hatalmuk alatt voltak. Tehát, hogy mennyire megváltozott a, a normalitásnak a fogalma, és mennyire megváltozott az, hogy mit lehet csinálni, és mit nem lehet csinálni. Ha már ön zsidó nőket említ, akkor most eszembe jut a könyvnek az a részlete, amelyben azt taglalja, hogy Magyarországon azok, akik Tudatunkban, mind a mai napig úgy élnek, hogy embermentő cselekedetük révén ők zsidolányokat bújtattak, és így megmentették az életüket. Hát bizony olyan eseteket fel lehet tárni, hogy nem csak szimplán emberbaráti cselekedet indította őket erre. Megint történészként fel kell tenni a kérdést, hogy honnan tudjuk. Tehát az, hogy honnan tudjuk, hogy mi történik mondjuk egy vidéki pajtában, ahol valaki valóban életét kockáztatva valakit ment, elbújtat. Onnan, ez a két ember ott van, és akkor hon, milyen forrás jön hát, ebből ha csak létre. nem mondja el a túlélő lány. Így van, tehát, és akkor ezért vagyunk tulajdonképpen szerencsések, mert a Soá vizuális archívum az 52 ezer interjújával az egy alapvető forrást jelent erre, és akkor ebben az archívumban én a magyarországi interjúkat elemeztem ennek a könyvnek a, a okán, ahol lehet látni, tehát a, ezek olyan történetek, amik gyakran csak utalásszerűen vannak ott, és a maga ez a vizuális archívum sem volt arra felkészülve, hogy ilyen mennyiségű szexuális erőszak történet van ebben az archívumban. Ez azt is mutatja, hogy amikor elindították, ez amit a Spielberg hozott létre a... Kaliforniában. Elindították, akkor nem volt olyan index kifejezés, hogy szexuális erőszak, illetve nemi erőszak. És a, a, én a Közép-Európa egyetemen nagyon sokat használom ezt, a, ezt az archívumot, a holokauszt és a társadalmi nemek kurzusánál, és az én diákjaim, ugyan teljesen uh, nyitottan uh, elkezdték keresni, mit tudunk erről. És akkor kiderült, hogy nagyon sok olyan történet van, ahol ez utalásszerűen megvan, viszont nincs olyan index kifejezés. És akkor én a magam diszkrét módján mindig elküldtem ezeket a diák dolgozatokat a kaliforniaiaknak, akik mindig megköszönték, és akkor már bizonyos idő után megváltoztatták és betették ezt az index kifejezést. Tehát most már van uh -huh. nemi erőszak uh, index kifejezés, ami alapján lehet ezt az 52 ezer interjút keresni. Uh, és hogyha megnézzük, én csak most a magyarokról írtam, akkor lehet látni, hogy, hogy azért az, ez az indexálás se problémátlan, mert a, ugye a, azt gondoljuk, a szexuális erőszak az az, amikor így tehát a, 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 a testi uh, 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 kapcsolat létrejön, de nagyon sokszor ennek a szexuális erőszaknak másfajta formái is vannak, és erről nagyon nehéz beszélni. Tehát nagyon nehéz beszélni egy túlélőnek, és egy pláne egy olyan uh, interjú helyzetben, amikor tudja, hogy ez az interjú, ez az örökké valóságnak szól. Tehát, hogy úgy gondolja, hogy hogy tulajdonképpen a, a túlélő az, aki, aki cenzúrázza önmagát, és ezért mm -hmm. különösen fontos mm -hmm. az, hogy ők erről beszélnek, és nagyon sok helyen most már beszél meg, le, meg lehet direkten találni, ahogy erről beszélnek, hogy utalásszerűen erről beszélnek, mert ugye ez a hatalmi kiszolgáltatottság az nagyon gyakran jelent egy szexuális kiszolgáltatottságot is. De most, amíg hallgatom önt, az jár a fejemben, hogy akkor joggal feltételezhetjük, hogy egy olyan embermentő, aki zsidó lányt bújtatott és megmentette az életét, de ugyanakkor erőszakot vett és, és így viselkedett azzal, akit ö, ö, megmentett, ezeknek az embereknek ma lehet, hogy a jádvásemben ott ö, ö, nő a fájuk, és büszkén mondják magukról, és büszkén ö, hirdetik, hogy ők ö, embermentők voltak. Igen. A szakirodalomban van egy olyan kifejezés, hogy instrumentális nemi erőszak. Ami azt jelenti, hogy például, hogyha akár elolvassuk a polcalennek az a asszonyafrontom, vagy akár elolvassuk az anonimát, akkor látjuk, hogy a nőknek van egy olyan ö, kiszolgáltatott helyzete, amikor semmi más eszközük nincs arra, hogy önmagukat megmentsék, mint az, hogy a testüket felajánlják hatalommal rendelkező férfiaknak. És a polcalen is választott egy olyan ö, szovjet tisztet, aki megmentette őt a többi uh, szovjet katona nemi erőszakától, ugyanitt az anoníma a uh, berlini uh, nő is. Uh, és azt is lehet mondani, hogy azok a nők, akiket bújtattak, azok uh, nem nagyon volt lehetőségük, és lehet, hogy ez az instrumentális nemi erőszak, ez a túlélésnek volt a záloga. Uh, és az is biztos, hogy, és ebben a könyvben nagyon uh, alaposan elemzem azt, hogy milyen elbeszélési keretünk van arról, uh, hogy erről egyáltalán beszéljünk. És amikor uh, uh, a Megtörtént a, a felszabadulás, akkor utána nem nagyon lehetett arról beszélni, hogy a szovjet katonák azok mit ö, cselekedtek. És ugyanúgy az embermentőknek a esetleg nem feltétlenül foltalan tevékenységéről sem lehetett beszélni, hanem hősökre volt szükség. Mert ugye nem olyan sok hős volt, tehát hogy szükség volt ezekre a hősökre, és ezért a, 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 a mentettek se feltétlenül beszéltek erről ö, rögtön a, a felszabadulás után. De ahogy az idő múli, azért az emlékezet, az emlékezés keretei is változnak, és ennek kapcsán aztán most már vannak ilyen történeteink. Kedves tanárnő, megismétlem a könyv címét elmondani az elmondhatatlant. Én azt hiszem, hogy az elmúlt percekben mi nézőinknek elmondtuk azt, ami elmondható. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Tartsanak máskor is a duettel.